Jó hangulatban telik a drámajátékoknak szentelt nap a Siógárdi közösségi tér és teleházban. A település önkormányzatának segítségével szerveztek a helyi gyerekeknek nyári matinét, ahol július 14-e és augusztus 13-a között minden kedden és csütörtökön délelőtt foglalkozásokat tartanak, vagy előadásokat szerveznek. Bár a felhívás főleg kisiskolásoknak szólt, többször előfordult már, hogy a kisebb testvérek is csatlakoztak. Így került Csanád is a matinéra. Volt olyan, hogy jobbról hullám, marról hullám, és amikor dagály, akkor kell helyet cserélni. És ügyes voltál? Én voltam egyszer a kapitány, és kifárasztottam jobbra, balra, jobbra, balra. Kisné Hóner Magdolna szervező felkereste a faluban élő, dolgozó embereket, akik valami érdekes, különleges dologgal foglalkoznak, és elvállalják, hogy megismertetik ezeket a gyerekekkel. Így állt össze az egy hónapos program. Ebben szerepelnek siógárdi hagyományok, például a gyerekek megismerkedhettek a hagyományos agárdi kulcsos kalács készítésével, meg is kóstolhatták. Most éppen drámajátékokon vesznek részt, lesz bábkészítés. Pekari Bernadetta, keddi foglalkozás vezetője azt mondja, mint drámapedagógus mindig szívügyének tartotta azt, hogy minél többet játszunk a gyerekekkel. Ma drámajátékozunk, különböző játékokat hoztam a gyerekeknek, csütörtökön pedig bábozni fogunk velük. Ha már fecskebáb csoport, akkor ők is ízleljék meg ennek a varázsát, ennek az örömét. A mai napon igazából olyan drámajátékokat hoztunk, ami főként közösségépítő, ismerkedős játékok. A közreműködő szakemberek, előadók önkéntes munkájukkal támogatták ezt a programot.